Még 1995-ben történt, amikor egy ötletemről meséltem egy barátomnak, akinek ez annyira megtetszett, hogy rögtön fölhívta Klapka Györgyöt. 3 nap múlva ott ültünk az irodájában, fent a normafán. Jól összebarátkoztunk, de most nem erről a sztoriról akarok mesélni, hanem arról, amit én őtőle tanultam, Klapka Györgytől. Ugyanis ő híres volt arról, akkor először tudtam ezt, meg azóta ezt több interjúban el is mondta, tehát híres volt ő arról, hogy amiben belevág, azt ő nagyon érti. Vagyis még mielőtt a megvalósításba kezdene, azelőtt kitanulmányozza az összes folyamatot, ami annak az ötletnek a megvalósítását érinti, és érti. És ezáltal egyrészt nem lesz átverhető másáltal, mert ő pontosan látja a folyamatot, másrészt pedig jó döntést tud hozni, ezáltal a magát, a megvalósítást felgyorsítja, és effektívvé teszi. Nos, ez az én vállalkozói karrieremet is eddig átölelte, ez a szemlélet, tehát, hogy értsem a folyamatokat, pontosan lássam, hogy mi, miért történik, és ezáltal tudjak jó döntéseket hozni. Ez nem csak a vállalkozókat kell, hogy érintse ez a szemlélet, hanem bárkit, akár egy háziasszonyt, aki otthon a saját folyamatait jól átlássa, és jól tudja működtetni a család javára. Na de lépjünk akkor vissza az én esetemre. Mégis hol rontottam el? Igen, ez most itt a beismerés gyakorlata. Az elrontás az azt jelenti az én esetemben, hogy ez a bizonyos szemlélet, amit Klapka Györgytől tanultam, ez találkozott a maximalizmusommal, amit úgy hoztam valahonnan a múltból. És mi történt? Az, hogy megtanultam a részfeladatokat, és én csináltam meg. Én ragaszkodtam ahhoz, hogy azt megcsináljam. Nem engedtem meg, hogy más csinálja. Tehát innentől kezdve én, mint vezető, megbuktam. Miért? Azért, mert bár egy beosztott, egy munkavállaló, vagy egy együttműködő kollega szemében én egy nagyon jó főnök lennék, aki elvégzi helyette, lehet, hogy jobban, tuti, az ő feladatát, és ezáltal mi történik? Én a saját munkámat, a saját életemet szabotálom, mert akkor már talán más, fontosabb dolgokra nem jut idő, és könnyítem az ő helyzetét. Az mondjuk egy pozitív oldal az ő szemszögéből nézve, de most lépjünk vissza a fikcióból, mert ez, hogy én egy vállalatot vezessek, egy fikció. És azt hiszem, hogy az is marad. Viszont, ha megnézem azt, hogy ez a maximalizmus és ez a tudásvágy hogyan találkozik, akkor ebből milyen pozitív irányt tudnék venni. Mert be kell, hogy valljam, az időmet eddig nagyon sok olyan dologra pazaroltam el, amit kiszervezhettem volna. És ez itt egy kulcsszó. Ez ma nagyon divatos kulcsszó, magyarul outsourcing, tehát kiszervezni azt az adott feladatot, azt az adott résztevékenységet egy vállalkozásban, amit más, arra specializált cég, vállalkozás sokkal jobban meg tud csinálni, mintha te görcsölnél azon, egyrészt megtanulni, hogy hogyan működik, másrészt tényleg professzionálisan működtetni is azt a területet, így megfizetve a külső céget sokkal kevesebb pénzért, mintha azt te csinálnád, az sokkal hatékonyabbá teszi a te működésedet, és prosperál ekkor mindenki. Ez egy ilyen idilli helyzet egy vállalkozás esetében. És megint csak mondhatom azt, hogy egy magánember esetében is, mert miről van szó, ha már a háziasszony példáját fölhoztam itt az előbb, ha mindent meg akar csinálni, főzni, mosni, gyereket nevelni, esetleg még saját magát képezni, mert lehet, hogy még be is dolgozik valahova, soroljam. Tehát ha ezeket a tevékenységeket nézzük, akkor mondjuk jön egy tavaszi nagy takarítás, ahol az ablakokat kell kipucolni, akkor azt éppen miért ne lehetne kiszervezni valaki felé, aki ezzel foglalkozik, például vállal takarítást. Egy nyugdíjas asszony például. Több ilyenről hallottam. Tehát ez egy előny. Egy előny. És ha most a saját magamat, a saját magam helyzetét vizsgálom, akkor
és ráadásul benne vagyok most egy ilyen vállalkozási, újratervezési periódusban, ez egy hosszabb folyamat, nagyon sokat gondolkodom rajta, és hogyha így gondolkodom, akkor mi a következő lépés? Ugye mindig ez a fő kérdés, hogy mi a következő lépés a szervezésben, az átszervezésben, az átalakulásban, és akkor ez nem kizárólag az újraépülő vállalkozásokat kell, hogy csupán érintse, vagy egyéni vállalkozókat, akik szeretnének valami újat csinálni, vagy másképp is jobban csinálni, hanem mindenkit, aki fejlődni akar, mert alapvetően itt a fejlődésről van szó. Tehát, hogy lépjünk egy következő lépcsőfokra. Tehát egy újrakezdés is, egy következő lépcsőfok kell, hogy legyen az előzőhöz képest. Ha a fejlődést nézzük, ez megint csak egy ideális helyzet. Na és nézzük akkor meg, hogy hogyan lehet ezt úgy megvalósítani, hogy valóban működjön ez a kiszervezés. Ugye az online világban ez egy kattintás az egész. Kész. Itt kell fizetni, ott kell csinálni, kész, kezicsókolom. Ja, jó, most lehet, hogy túlzok, tehát túlzott az egyszerűsítés, de nagyjából azért mégiscsak erről van szó. Mi a másik? Azt hiszem, hogy az előbb kimondtam. Van egy másik kulcsszó, ez pedig az egyszerűsítés. Ha megint csak saját magamra nézek, és megint meg kell, hogy vizsgáljam terápiás céllal a maximalizmusomat, amit találkozott ezzel a tudásvággyal, hogy én mindent jól akarjak és jól tudjak csinálni. Ez azt jelenti, hogy ne bonyolítsam el a folyamatokat. Tehát a leegyszerűsítés az egy csodálatos tevékenység és egy csodálatos minőség. Tehát amikor valami egyszerűen tud működni. És ez megint csak így az internet világában kiválóan működik, hogyha egy vállalkozást akarsz fölépíteni, mert maga az egyszerűség, amire más vágyik, mindenki más. Tehát a te fogyasztóid, a te kapcsolataid, mindenki arra vágyik, hogy egyszerűen értse meg a folyamatokat, értse meg az ajánlatodat, egyszerűen tudjon vásárolni, soroljam. Minden az egyszerűség felé hat, mert az egyszerűségben benne van a gyorsaság is. És ugye ma mindent azonnal akarunk, akkor pedig ott vagyunk. Egyszerűen, gyorsan, könnyen, érthetően. A könnyűség az már itt ennek egy ilyen plusz hozadéka, ami vele jár. Szóval így hangosan gondolkodva a vállalkozás építéséről, azt kell, hogy megállapítsam, hogy az egyszerűség az lesz a kulcsa annak, hogy a jövőben, a közeli jövőben, de már a mostani következő állapotban, ami rögtön megvalósulhat, hiszen ugye gyorsan történnek a dolgok, ez valóban jelen van. Tehát az egyszerűség jelen létét kell megerősíteni. Ez számomra az egyik legfőbb tanulság ebből. Ezt a videót Klapka Györgynek dedikálom, aki sajnos már nem lehet közöttünk, néhány nappal ezelőtt távozott ebből az árnyékvilágból, és itt hagyta a lenyomatát. Én azt hiszem, hogy ő egy olyan ember volt, így amennyire én őt megismertem, nem nagyon, de amennyire megismertem, és főleg ugye a hírekből, az interjúkból, ő megtestesítette itt Magyarországon annak a vállalkozónak az archetípusát, aki vagány, belemenő, nem hátrál meg, tudja, mit akar, a jéghátán is megél, zsivány, ha kell, és ha esetleg hibázik, akkor abból tanul, és föláll, és csinálja tovább, és embereket talál. Szóval a lényeg, hogy ő egy ilyen minőséget képviselt, és ahogyan itt hallhattuk az ő távozásának a körülményeit, én ezt hát nem is kívánhatnék magamnak sem jobbat, mint aki az utolsó pillanatig azt csinálja, amit szeret, amit élvez, és kreatív és friss. Tehát ennyi idősen az emberek egyrészt már nem élnek, másrészt pedig, ha élnek is betegek, és minden bajuk van, és tényleg csak a szenvedés az, ami látszik rajtuk. Az emberek zömén, sajnos, és ez probléma. És most nem elsősorban anyagiakra gondolok meg, még talán az egészséget is egy kicsit félretenném, hanem inkább a gondolkodást, tehát az, oké, ezzel az előző kettővel az nagyon szoros kapcsolatban van az anyagi helyzettel, és nem csak a pénz, hanem az a körülményünk, az anyagi helyzet, és maga
az egészség, a jól, testi jól létünk, tehát hogy ez aztán maximálisan befolyásolja a gondolkodásunkat. Szóval őnála azt láttam, hogy megy, innovál, és ott van, tehát elkezdett egy videósorozatot, ahol vállalkozási ötleteket az ő saját példáján keresztül mutatott be. Tehát ott van, friss volt az agya. Ez mindenképpen becsülendő és példaértékű. Úgyhogy én köszönöm, hogy őt megismerhettem. Jó régen volt az, azóta nem is találkoztam vele, de így virtuális módon, tehát interjúkat olvasva és látva tőle, ez számomra egy olyan tapasztalat volt, ami mindenféleképpen megérte azt, hogy itt most róla beszéljek, és ezt kívánom másoknak is, hogy legyenek ennyire frissek, mint amilyen ő volt, és azt hiszem, hogy most itt az ideje, hogy visszavonuljak egy kicsit a tervezésbe, mert van mit újraépíteni.